Dániel 8. A-osztály, Ferenczi Henrietta 10. számítógépes adatrögzítő és Végvári Tamás 12. K-s osztályos tanulóta, hogy az esőre való tekintettel helyezzék el a koszorút a kijelölt helyre. Diákok nevében Bordás Mária 8. K-osztályos tanuló búcsúzik. Tisztelt tanáraink, vendégeink, drága szüleink, kedves diáktársaink! Szinte hihetetlen, de mégis igaz. Ma mi ballagunk, a ballagok mindig szép búcsúszavakkal köszönnek el az itt töltött 8 esztendőtől, kedves, közös emlékektől. Ez nagyon nehéz, lehet hihetetlen, de sokkal nehezebb, mint egy utolsó szülői igazolást kicsikarni anyáiktól, hogy éppenséggel meggyőzni tanárainkat arról, hogy de ő kezdte. Nagyon nehéz, mert most búcsúzunk, végre. Utoljára szól a csengő, utoljára vagyunk így együtt. Ez az utolsó nap, talán az egyetlen, amikor nem hiányzik senki. Együtt utoljára, most itt állunk egy korszak végén és egy új kezdetén. Mennünk kell. A héten már minden nap kicsit búcsúzva jöttünk. Elnézegetjük az iskolát, a tantárgyakat, az aulát, ahol előszeretettel folytattunk eszmecseréket. Na meg persze a tornatermet, ahol Jani bácsi előszeretettel izzasztott meg minket. Az évfolyam nevében szeretnék köszönetet mondani tanárainknak, akik néha összeszorult gyomorral, de annál nagyobb türelemmel és szeretettel próbáltak nevelni és tanítani bennünket több-kevesebb sikerre, ami biztos teherbírásuk és toleranciájuk megkérdőjelezhetetlen. Általunk változunk, és jöttünk rá, hogy a hibáinkat már nem tehetjük jóvá, csak egy dolgot akarunk, megköszönni minden, ezt eddig még nem tettük szóvá. Itt maradó diáktársaink, és éljétek az itt töltött éveket, éljétek meg a mindennapokat, a pillanatokat, és néha tanuljatok is. Reméljük, követendő és nem elrettentő példák voltunk számotokra. Drága szüleink, nevelőink, gondviselőink, ti vagytok minden jónak a forrása, amit elértünk életünk során. Köszönetet mondok mindazért, amik vagytok, és mindazért, ami én vagyok. Köszönjük, hogy segítettek minket céljaink elérésében, és mindig támogattok minket. Még nem értünk célba, hosszú út áll előttünk, a beszédem viszont lassan végéhez ér, és mivel idézettel illik zárni a beszédeket, én Arany János szavaival köszönök el. Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindig, minden körülményben. A következő percekben ballagási hagyományainkhoz híven zászlóátadás és szalagkötés következik. Felkérem Kuruc Leila, Sárközi Alexandra és Makula László végzős tanulókat, hogy adják át a zászlót az itt maradó Balogh Melódiának, Fekete Lászlónak és Halász Gergelynek. Az egyik szemem sír, a másik leveg, te is tudod, hogy van ez. Jó barát,
itt kell hagyni most. Drága Ballagó diákjaink! Az elmúlt években féltő, óvó gondoskodással, figyelemmel igyekeztünk nevelni és oktatni benneteket. Minden osztályfőnök, minden pedagógus, minden nevelő-oktató munkát segítő ismeri már a szemetek villanását is, szinte belelátnak a fejetekbe, és néha hamarabb tudják, hogy mire gondoltok, mint ti magatok. Látom itt a sorokban a villogó szemeket, a mosolyra húzódó szátokat, és azt gondolom, hogy ti is tudjátok, hogy igazam van. Gyakran érezhettétek, éreztétek, hogy igazságtalanok veletek, vagy talán nem kedvelnek benneteket. Azonban a valóság teljesen más. Csak ők már bölcsebbek, tapasztaltabbak, és igyekeztek megúvni benneteket mindattól, ami egy elhibázott rossz döntésetek alapján következményekkel járhat. De mára ez már mind a feledésé. Ma csak a szépre emlékezzünk. Ma értetek öltözött fel mindenki gyönyörű ünneplő ruhába. A 8. osztályosok és néhány végzős diákunk első alkalommal, többen azonban már több alkalommal részesei ennek a ballagásnak. És van diákjaink, akik ezt már lazán kezelik, úgymond rutinjuk van benne, mert ebben az intézményben erre is van lehetőség. És hogy én mivel is köszönhetnék el tőletek, mit is adhatnék nektek útravalóul, engedjétek meg, hogy Habarics Kitti egyik versével búcsúzzam tőletek. Búcsúzóul. Mint a saját gyermekünket, úgy neveltünk titeket, szívünk minden zegzugában, ott csücsült a szeretet. Láttuk, hogyan növögettek napról napra nagyobbra, s olyan jó visszagondolni az elmúlt vidám napokra. Szemeitek mosolyában ott láttuk az arcunkat, dalaitok dallamában hallottuk a hangunkat. Gondoskodó kezeinkkel segítettünk titeket, tanítottunk ezer jóra, őriztünk, mint kincseket. Most, hogy végre készen álltok, elengedjük kezeteket, de legszebb emlékeink között őrizzük e perceket. Itt az idő, mennetekkel, vár rátok az középiskola, a nagybetűs élet, kísérjen az úton végig mindannyiunk mosolya benneteket. Nagyon sok szeretettel gratulálunk, és a legjobbakat kívánjuk Balogné Molnár Tíme a kolléganőnek, aki 25 éves jubileumalkalmas. Kiemelkedő pedagógiai munkája elismeréseként tankerületi dicséretben is részesüljön, és ez nem más, mint Hegedűs Ferenc kollega. És vannak még olyan kollégáink, akik nem csak hogy 40 éves munkaviszonyukat ünneplik, hanem nyugállományba is vonulnak, és nagyon sok szeretettel gratulálunk, és nagyon köszönjük a munkáját Szűcs Ibolya Tündének, aki pedagógus szolgálati emlékéremben is részesült 40 éves munkáját. Bye.
Van még egy kedves kolléganő, aki szintén megérdemelt több évtizedes kiemelkedő munkájáért és nyugállományba vonulásáért pedagógus szolgálati emlékéremben és jubileumi jutalomban részesül, akinek szintén nagyon köszönjük az áldozatos munkáját, azt, hogy betegen is, és az elmúlt évek viszontagságos mindennapjai után is kitartott. Nagyon nagy szeretettel gratulálok Tótné Lakatos Erzsébet kolléganőnek, aki... Hol van? Van még valaki körünkben, akit egy nagyon nagyra tartok, és aki, amióta én ennek az intézménynek a vezetője vagyok, maximálisan támogatta szavaival, jelenlétével a mi intézményünket és benneteket, kedves tanulók. Ez a kedves ember, ez a kedves vezetőtársam most úgy döntött, hogy megkezdi jól megérdemelt nyugdíjas éveit. De én nagyon-nagyon hálás vagyok neked, Deákné Domonkos Julianna, kedves kolléganőnk, mert te emelted ezt az intézményt, bármikor is itt voltál, és azért, mert te most úgy döntöttél, hogy nyugdíjba mész, nem szabadulsz meg tőlünk, mert ugyanúgy elvárunk minden egyes rendezvényünkre, és fogad tőlünk ezt a kis ajándékot, amit a gyerekek a saját kezükkel készítettek. Legjobbakat kívánom a nyárra, jó egészséget, találkozunk szeptemberben, és ezennel a 2022-es, 23-as tanévet lezárom. Jó vakációt kívánok mindenkinek!